A hollywoodi szuperprodukciók mellett a rajzfilmzenék és tévésorozatok zenéi is szerepeltek a Danubia zenekar repertoárjában. A fiatalos lendületet képviselő szimfonikus zenekar megmutatta a közönségnek, hogy van olyan filmzene, amely látvány nélkül önállóan is működik. Fiatalos lendület a hazai klasszikus zenei életben, ezt képviselte a Danubia zenekar a Nemzetiségek Kincsei Gasztrofesztiválon. Egy közös álmuk van, összehozni az embereket, akik térben, időben, világnézetben távol állnak egymástól, és összekötni őket egy közös szenvedély erejével a zene iránti rajongással. Egy elég rendhagyó műsort hoztunk, mert mi nem nagyon szoktunk filmzenét játszani, de most filmzene műsorral jöttünk, méghozzá olyan filmzene műsorral, amiben régi sorozatok és régi filmek, tehát 70-es, 80-as éveknek a sorozatainak, meg filmjeinek a zenéjét szedtük össze egy nagyon érdekes válogatásba, úgyhogy ez is egy nosztalgikus utazás lesz azoknak, akik meghallgatják ezt a koncertet. A koncert közben kiderült, a klasszikus zenének még most is létjogosultsága van a társadalomban. Nem biztos, hogy mindenki azonnal rákattan, de az életének egy bizonyos szakaszában gyakorlatilag minden ember közel tud kerülni a klasszikus zenéhez. Mi ebben hiszünk, és már gyerekkortól kezdve olyan programokat kínálunk a közönségnek, amivel tényleg közelebb kerülhetnek ehhez a fantasztikus műfajhoz. A felhozatal széles palettát jelentett a koncerten, a hollywoodi szuperprodukciók mellett a rajzfilmzenék és tévésorozatok zenéi is szerepeltek a repertoárban. Aki pedig nem mostanában kezdte a tévézést, a Szomszédok főcím zenéjére is rácsodálkozhatott. Már nem először játsszuk ezt a műsort a Studio 11-el, már volt több alkalom is, és idén nyáron is fogjuk még játszani más településeken is. Úgyhogy ez mindig nagyon izgalmas, mert ugye egy picit a szomorú zenészek meg a vidám zenészek összejönnek, az egy ilyen érdekes fúzió, de szeretünk velük dolgozni, mert abszolút egyből megtaláljuk a közös hangot, és ki tudjuk alakítani, hogy a műsor az egységes legyen. Ennek a koncertnek az volt a célja, hogy megmutassa, hogy van olyan filmzene, amely látvány nélkül önállóan is működik, és ilyenkor tűnik fel igazán, hogy a zene mennyire alapjaiban határozza meg egy produkció hangulatát. Tulajdonképpen egy csökkentett létszámú szimfonikus zenekarral vagyunk itt, tehát vannak hegedű, brácsák, cselló, bőgő, fúvós hangszerek, fúvó, laubó, klarinét, fagott, és rezes hangszerek, tehát gyakorlatilag minden van, ami egy nagy szimfonikus zenekarban, csak egy picit kevesebben vagyunk, és hát van dobszerelés is természetesen a Studio 11-ben, elektromos gitár és zongora is, úgyhogy valójában majdnem az összes fajta hangszert elhoztuk. Ezek a klasszikus zenészek arra vannak trenírozva, hogy a világ legnehezebb zenéit játsszák el. A mostani koncert nekik egy kisebb fajta kikapcsolódás volt. Nem könnyűek a filmzenék, de az az igazság, hogy aki klasszikus képesítésű zenész és elvégzett egy zeneakadémiát, az bármilyen stílusban elég könnyedén pár perc alatt megtalálja magát. Ez fordítva nem biztos, hogy mindig igaz, de nekünk meg ez azért jó, mert picit más területre kirándulhatunk, tehát ez egy nagyon jó, nyárra különösen nagyon jó szórakozás nekünk is.
Aki lemaradt volna a koncertről, azok a hétvégi gasztro és borfesztivál zárónapján vasárnap találkozhatnak a zenekarral.